Az országgyűlési választáson a Fejér megyei 4-es számú egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot Galambos Dénes, a Fidesz helyi jelöltje szerezte meg. Mint mondta, mindenkinek meg kellett tanulnia, hogy hogyan lehet a város és hogyan lehet a vidék nyelvén beszélni, hiszen más-más stratégiára volt szükség. Most igazolódik az, hogy nincs olyan, hogy reménytelen körzet, sose volt reménytelen. Én amikor ezt elvállaltam, akkor láttam, hogy ezek a települések, ezek össze fognak dolgozni. Az ottani emberek is érezték azt a hangulatot, hogy mi a fontos számukra. Mezőgazdaságtól, iparig, szolgáltatásig, iskola, kultúra, mindenkit összehozott. Egy csapatmunka volt, én a segítőimnek a városban is, és a 8 településen külön kiemelten köszönöm, akik nagyon jól teljesítettek, mind az aláírásgyűjtésben, mind pedig a támogatói évek gyűjtésében, és együttes munka ez a siker. Én azt gondolom, hogy ez arra kell, hogy ösztönözzön, hogy őket szolgáljam, a választókerületnek azt a 70 ezer választópolgárát, aki elég komoly támogatással segített, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb most. Hangsúlyozta, a Dunaújváros város kiemelt helyen van a választókerületben. Eddig is a Dunafer és a foglalkoztatás volt az ászlajukra tűzve, ezt továbbra is támogatni kívánják. Hozzátette, a forrásokat optimalizálni kell. Fontos területként említette a mezőgazdaságot, a településfejlesztést és a Dunamenti stratégiát. Dunaújváros és a többi vidéki település érdekében pedig, mint ahogyan fogalmazott, nem lesz rest felszólalni a parlamentben. Köszönöm szépen!